Igazából azért ültem ide most le, és azért készítjük ezt az interjút a srácokkal, mert elég régóta osztom meg ezt a Monday Muff posztot, amit ha valaki nem tudna, akkor ez azt akarja, hogy minden hétfőn a Meskölcsör oldalán megjelenik egy lányka. Igazából mélységesen fel vagyok háborodva azon, hogy 3 éve körülbelül osztom meg napi szinten ezt a posztot, és eddig soha nem ért semmiféle atrocitás. Megosztottam egy Monday Muff cikket, majd kaptam egy üzenetet a Facebooktól, hogy le vagyok tiltva 3 napig. Három napig. Amit nem érzek fernek. Rengetegen kedvelik ezt a posztot, nem csak nálam, hanem ugye a Maskölcsör oldalán, meg akik még maguk megosztják. De szeretném megkérni azokat a moderátorokat, akik egyáltalán letiltják ezt az oldalt, vagy ezt a posztomat, vagy azokat az embereket, akiknek nem tetszik, hogy megosztom, hogy ne csináljátok már ezt így. Most 3 napig le vagyok tiltva, nem tudok senkivel beszélgetni, nem tudok lájkolni senkit, nem tudok. Jó, most nem fog összedőlni a világ, mert amúgy megoldom akkor máshogy. Csak na, azért nem tudom másnak, hogy esne ez, hogyha ilyet csinálnának vele. És remélem tényleg, hogy ezt egy moderátor csinálja, és nem valami esküdt ellenség. Semmi. Minden hétfő legyen jó. És lehet tiltassatok le, meg ne tiltson le az a moderátor, vagy nem tudom kicsoda. Mindenkinek tetszenek ezek a lányok. A lányoknak is tetszenek a lányok. A fiúknak meg főleg tetszenek ezek a lányok. Szeretném, hogyha minden hétfőn megoszthatnám a Monday Muffot. Szeretném, ha minden hétfő lenne Monday Muff. Csákó.